Belpolitikával folytatjuk a ma estét. Ma mutatta be ugyanis programját az Igen Szolidaritás Magyarországért mozgalom. A Szanyi Tibor vezette párt a társadalom és a gazdaság gyökeres megújítását tűzte ki célul a baloldaliság és a fenntarthatóság értékei mentén. Azonnal jönnek a részletek, a párt elnökét kérdezi Mészáros Kata. Vagyis az alapítóját, ott van a külső stúdióban Szanyi Tibor, tehát az Igen Szolidaritás Magyarországért mozgalom miniszterelnök jelöltje egyúttal. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok, nagyon szépen köszönöm a meghívást, és köszöntöm a nézőket is. Néhány héttel ezelőtt még csak a tervezetről beszélgethettünk, ám ma, ahogyan elhangzott, be is mutatták a 82 pontba sűrített programjukat, amelyet társadalmi párbeszédre is bocsátottak. Itt azt lehet olvasni, hogy kapcsolódási pontokat keresnek, és úgy vélik, hogy az ellenzék közös programjába igenis a baloldali törekvéseknek méltó helye van, így tehát ez szolgálhatja az alapot is. Meg is keresték a többi pártelnököt. Milyen fogadtatásra számítanak, és egyáltalán ez idáig érkezett-e válasz a megkeresésük? Huszti Andrea, a pártunk elnöke, az a mai nap során levélben tájékoztatta az ellenzékinek gondolt pártok elnökeit, társelnökeit arról, hogy gyakorlatilag van egy ilyen gondolati ajánlata az Igen Szolidaritás Magyarországért mozgalomnak. Ez a levelezés, amit Huszti Andrea folytat, ez azért nem ma kezdődött, tehát a korábbi lépéseinkről is minduntalan tájékoztattuk az érintett pártokat. Azt kell mondjam, hogy mérsékelt a visszajelzés. Jelzéseknek a száma és az intenzitása. Hát úgy látjuk, hogy még ezeknek a klasszikus ellenzéki pártoknak még kell egy kis idő, hogy megszokják, hogy egy baloldali versenyző is van a pályán. Programokban úgy fogalmaznak, hogy az emberek életszínvonalának kérdései foglalkoztatják önöket, és itt olvashatunk 4 alapszámot, csak röviden, ugye egy nettó 200 ezer forintos minimálbért, egy 37.500 forintos családi pótlékot, ugyanekkora összegű korpótlékot a nyugdíjasoknak, illetve egy 100 ezer forintos szociális minimál jövedelmet. És úgy fogalmazott Szanyi úr, hogy ez egy szövetségi alap lehetne, és hogyha a számaik elfogadottságát nézzük, ezt egy korábbi interjúban nyilatkozta, az talán a Momentuméval áll a legközelebb. Itt nyilván nem véletlenül említette akkor a Momentumot, lehetnének potenciális szövetségesek? Ez még nem a szövetségkeresésnek az időszaka, ez most még a programegyeztetésnek az időszaka. Egyébként azok a számok, amiket ön is említett, tehát a 200 ezer forintos minimálbér és a 37.500 forintos családi pótlék, illetve ugyanekkor a korpótlék a nyugdíjasoknak, és az a szociális minimum jövedelem, amit mi 100 ezer forintnak mondunk, ezek olyan számok, ezek olyan mértékek, amelyek Magyarországhoz hasonló fejlettségi országokban egyébként könnyen hozható számok, valamilyen oknál fogva. Hát nyilván tudjuk, milyen oknál fogva. Magyarországon ezek még messze vannak a tényleges helyzettől, de azt mondjuk, hogy ebben azért csak meg lehet állapodni, mint egy ilyen egészen legkevesebb vagy legkisebb mértékben. Mi azt tapasztaltuk, hogy hasonló területeken a Momentumnál van olyan mozgás, olyan gondolatiság, ami ezekre a számokra rezonál, és ezért említettük meg, hogy tulajdonképpen azért jönnek a többi pártok is remélhetőleg, hogy csatlakozzanak ehhez a egyébként nagyon jól átgondolt és koherens szám négyeshez, hogyha fogalmazhatok így. Viszont nyilvánvalóan mindenemű együttműködés minden párt között, ez most függet attól, hogy Magyarországon vagy bárhol vagyunk, nyilván ez csak program alapú lehet. Tehát mi a program? Mi elmondtuk ezeket a fundamentumokat, egy kicsit részleteztük, mert azért jóval több elgondolásunk van, mint ezek a számok, de ezek a számok, ezek az életszínvonal alatt jelentő számok azért fontosak, mert gyakorlatilag Magyarországon borzasztó keveset keresnek az emberek, 2-3 munkahelyen kell összeszedniük a családjuk fenntartáshoz szükséges jövedelmet, és ez nem jó. Tehát mi azt mondtuk, hogy azért ez az ország most már 2020-ban vagy 2022-ben járjon már ott, hogy egy ember egy munkahelyen normális napi 8 órából meg tudjon élni, és azért ezek nem olyan borzasztó nagy vágyak, nyilván ennél sokkal többre vágyunk, de azt mondtuk, hogy ez legyen az a küszöb, amiben szerintünk az ellenzéki pártok meg tudnak állapodni, mert mi úgy látjuk, hogy vannak fontos dolgok, nagyon fontos dolgok, a köztársaságpártiság, esélyegyenlőség, sajtószabadság és sok minden más. Igen, ez alapvető, na de és akkor, ahogy én ezt néha úgy szoktam mondani, egy kicsit úgy barátibban engem vagy a közegemnek, hogy oké, megdöntjük a kormányt, és akkor másnap mit csinálunk. És mi ezt a másnapot írtuk körbe tulajdonképpen a programunkkal.
Én azért a fundamentumok kapcsán még visszatérnék a kapcsolódási pontokhoz, hiszen többször említik ezt, és nyilván reflektálnak a többi párt programjára, illetve arra, hogy nekik még nincs is programjuk, ahogy Szanyi úr is többször elmondja. De mégis az előválasztás szükségességén túl mik lehetnek ezek a kapcsolódási pontok? És azért is kérdezem ezt, és teszek fel több kérdést, mert sajnos nem ül itt velem szembe, mert az elmúlt időszakban többször is megfogalmazta azt, hogy például az MSZP-re vagy a Jobbikra nincs is szükség a palettán, illetve folyamatosan bírálja az ellenzéki pártok vezetőit. Legutóbb Dobrev Klárával szemben fogalmazott meg éles kritikát, mert hogy azt mondta, hogy ő az új Gyurcsány Ferenc. Tehát milyen szövetségre számít, és akkor mik ezek a kapcsolódási pontok mindezek fényében? A kapcsolódási pontok, akkor hadd ismételjem meg, hogy ténylegesen program alapú. Nyilvánvalóan mi, amikor kritikát fogalmazunk meg bárkivel szemben, és itt őszintén szóval nem vagyunk arra tekintettel, hogy kormányról vagy ellenzéki pártokról van szó, mi arra harapunk, hogyha bárki olyasmit tesz, olyasmit mond, ami nem segíti az embereknek a boldogulását, ami az emberek jövedelmi helyzetén nem segít, vagy esetleg azt... Amikor a közös programot majd megfogalmazzák, vagy elolvassák a pártok képviselő, akkor nem fognak számítani? Mit gondol ezek a megnyilvánulások? Hát nézze, hogyha most itt fölütjük a történelemkönyvet, és azt összeszedjük, hogy a különböző pártok mi mindent mondtak egymás visel dolgaira, akkor azt hiszem, hogy az Igen Szolidaritás Magyarországért mozgalom még a szerényebb kategóriában van. Tehát a politika az nem érzelmek világa. A politika az az emberek képviseletéről kell, hogy szóljon, mi ezt tesszük, és amennyiben úgy érezzük, hogy az embereknek az érdekei, és elsősorban a megélhetés és anyagi érdekei bármilyen módon háttérbe szorulnak, vagy esetleg akár sérülnek is, akkor hangosan megnyilvánulunk, és ennek lehet nyilvánvalóan kritikai éle. Én ezt egy percig nem tagadom, ez így lesz a továbbiakban is, bár hozzáteszem, hogy azért itt a legtöbb gondunk azért mégiscsak a kormánnyal van, hiszen azért 10 éve kormányozzák ezt az országot, és azért én inkább látok egy folyamatos elszegényedést, kivált kép a dolgozói rétegekben, mint bármilyen egyéb fejlődést, és én azt gondolom, hogy ezen változtatni kell. Nyilvánvalóan az meg egy külön vita, hogy a változtatni akarók, így az ellenzéki pártokkal a mikéntről és a hogyanról is beszélgessünk. De még egyszer, ez nem feltétlenül arról szól, hogy az ellenzéki pártoknak kéne tulajdonképpen mindent eldönteni. Nem, hát a döntő szó az úgyis a szavazópolgári, az embereké a végső szó. Mi ezért vagyunk előválasztáshívők, nagyon, hogy azért tisztuljon a kép, hogy ki tudja megszerezni az embereknek a legtöbb bizalmát annak érdekében, hogy valódi képviselethez jussanak, és hát szépen fejlődünk föl jelöltekkel, ugyanúgy, mint más pártok, gondolom, bár náluk az ő dolgaikat annyira nem ismerem, de hát azért nálunk már szép számmal állnak föl vidéken, Budapesten a jelöltjeink, akik egyébként örömmel megmérkőznek előválasztásokon. Hát ha nem lesznek előválasztások, akkor természetesen indulunk saját magunk erejéből, de hát ez még olyan messze van, hogy ezt még én nem tudom megelőlegezni, bár érdekes módon azért látok már most bizonyos csatákat, mert hogyha ránéztem a 20. kerületre, ugye ott a jelenlegi országgyűlési képviselőben a országgyűlés alelnöke, a helyi egyik alpolgármester, illetve mi Székely Sándorunk érdekelt a versengésbe, tehát az már úgy formálódik, hogy hol mi lesz. Én abszolút pozitív vagyok, hogy ez egy jó irányba megy ez az ügy. És mindez csak a kezdet, és ne felejtsük el, hogy ön is tehát a miniszterelnök jelöltek az aspiránsok közé tartozik. Szanyi Tibornak köszönjük. Nagyon szépen köszönöm én is.